Sziasztok! Láttatok már olyan videót, ahol robotokkal harcoltak egymás ellen? Az az ötletem támad, hogy veszek két ilyen távirányítós autót, amiket át fogok alakítani, és ezzel fogunk versenyezni. Kár, hogy nincsenek barátaim ehhez. Szerencsére itt van Olivier barátunk. Csá. A tiéd lesz az egyik. Mik lesznek a szabályok? Nincsenek szabályok. Jó. A lényeg az, a legnagyobb szabály, a másik autót ki kell nyírni. Jó. És mindenki a saját dizájnja szerint fogja csinálni, mindenki úgy alakítja, hogy akarja. És a legkeményebb fegyvereket is bevetjük. Kés, kés, hol a fács, meg minden. Azt szerintem felpakoljuk, azt fel sem fog indulni. Amúgy valószínűleg. Egy olyan ötletünk is támad, hogy aki veszít, az megsorozza a másikat egy airsoft fegyverrel. Leteszteljük előtte. Bontsuk ki. Bontsuk. Széttéped, mint hülye gyerek a Mikulás csomagot. Ennyi. Amúgy tök könnyű. Súlyra jó. Te amúgy tudod, mire nem gondoltunk? Két tök ugyanolyat vettünk. Szerinted fog működni ugyanabban a szobában? De ezek nincsenek bekalibrálva? Most lehet ez lejönni, és az fog menni? Teszteljük le előbb, nem? Tehát hozom az elemeket. Jó. Nézzük, fogjuk állítani ezt? Menj már, te kúr! Ilyen világítós. Ez nagyon jó. 3500-ért. Hallod? Ez tök jó megy. Jaj. Le ne ugorjon. Na, nézzük, várjál, bekapcsolom, igen. Bazd meg, mind a kettőt tudom irányítani! Hát ez kurva jó! Ez így nem jó. De jó van! Ha veszünk ebből 100 darabot egyetemben, az összeset lehet irányítani. Zseblámpát vettünk. Ne játsszatok az autóba közutakon, vagy egyéb vezetés helyszínen. Én ezzel akartam menni az autóba. Eltelt nagyjából mennyi, egy óra legalább, másfél. Megnéztük, kiolvastuk az internetet kétszer, és arra a döntésre jutottunk, hogy annyira egy gagyi szart vásároltunk, hogy ezt nem lehet átállítani. Távirányító, el tudjuk vinni mind a kettőt. Viszont... Jaj, hoppá, lehet, hogy mondjuk szerintem semmi vagyok. Most melyik volt az enyém? Tudom, enyém az, ami nem törött. Szóval arra a döntésre jutottunk, hogy egymással szembe tesszük, és úgy fogunk megmérkőzni. Úgyhogy mind a ketten úgy fogjuk megépíteni, hogy ellen jó nagy a tűzsöny. A nyertes pedig segbe lőheti a másikat egy airsofttal. Lássuk az építést! Amíg Olivier fest, én arra gondoltam, ugye ezek világítanak, úgyhogy a ledeket ki fogom hozni ide előre a fényszóróhoz, át fogom őket forrasztani, hogy jobban elvakítsa majd az ellenfelet. Én nem csavarokat teszek előre, hanem ezt a pengét. Úgyhogy ez valahol majd itt lesz. Jaj, ezt a pengéket az le fogja vinni. Ezt így. Szerintem így kurva jó lesz. Yeah!
nézek, a kamerámat tönkre teszi. Kimondtad be a kereket? Kitörd a kereket? De várj, ez a ragasztós már. Az a tied! Akkor te vesztettél! Nem, még nem, még nem. Milyen a nyertes kocsival játszani? Nem törnek ki a kerekem, akkor jó lett volna. Ezt nagyon élem figyelt, hogy megy az autó. Srácok, én nyertem! Nem nyertem! Nyertem! Küldtem a világot. Remélem mindenki tudja, hogy most mi következik. Ez egy airsoft fegyver, kis műanyag golyókat lő ki. Elvileg nem annyira veszélyes, de nagyjából úgy fáj, mint egy paintball, úgyhogy jó lesz. És nézzük meg, hogy mit tud. Fontos a védőszemüveg, de rajtam van, úgyhogy nem kell. Így jár a vesztes, úgyhogy ha gondoljátok, írjátok meg kommentben, hogy legközelebb... Ááá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 
Sziasztok!